Egész évben szemezgethetnek a képzések között azok a felnőttek, akik meglévő tudásukat mélyítenék el, vagy akár teljesen új területen képzelik el jövőjüket. A felnőtt oktatásban elsősorban a jelentkezők létszáma határozza meg, hogy mikor és hol indulhat egy adott képzés. A vármegyei szakképzési centrumok szakmakínálata széles, de vannak olyan képzések, amelyek az egész térségben népszerűek a jelentkezők körében. Úgy látjuk, hogy minden iskolánknak van olyan képzése, illetve olyan szakmája, amely nagyon népszerű. Például a bánkiba a gépjármű mechatronikai technikus, a veselényiben a villanyszerelő, az incédibe, illetve az évízbe az építőipari szakmák, a széchenyiben a gazdálkodással kapcsolatos szakmák, de az informatika is ilyen, és az nem csak a széchenyiben, hanem a veselényiben, illetve az incédiben is továbbra is népszerű. Elég széles paletta, de ha ki kellene emelnem mondjuk a legkeresettebb három szakmát, az egyértelműen a villanyszerelő képzés most az elmúlt három év távlatában. Itt a képzésének kb. 10%-a az legalább ezt teszi ki, de a gépjárműmechatronikai műszerész, az autófényező, a szakács szaktechnikus, a cukrász, ez mind-mind keresett szakma, illetve a szépészeten belül a kozmetika és a fodrász. Minden évben más és más a tendencia, de az idén a felnőttek között a villanyszerelő képzés bizonyult nálunk a legnépszerűbbnek, 153 jelentkezőnk volt rá. Jellemző, hogy a centrumok a munkaerőpiaci igényekre reagálva indítják képzéseiket, így az adott térségben működő nagyobb munkáltatók is befolyásolják az intézmények kínálatát. Vannak olyan nagy vállalatok, akinek az igényeit megpróbáljuk kielégíteni. Itt gondolok például a Mastergood cégcsoportra, ahol speciális mechatronikai technikust képzünk, vagy központi fűtés és gázhálózatszerelőt, vagy említhetném az ISZ-t, intermodális logisztikai ZRT-t, ahol pedig logisztikai ügyintézőket képzünk. Az iskolai rendszerű felnőtt oktatás ingyenes, jelenleg csak a harmadik szakma tanulása esetén kell tandíjat fizetni.